tetszene. Ez lenne a vendéglista? Igen, meghívtam mindenkit, köztük a legfontosabb embereket is. Talán nem értesz egyet azzal, hogy kiket hívjunk meg az esküvőre? Nem, nincs semmilyen kifogásom a listád ellen. Csak van nekem is egy vendéglistám. Szeretném, ha együtt átnéznénk. Rendben. De azt hittem, hogy mindenkit felírtam, akiket mindketten ismerünk, és meg szeretnénk hívni. Kik vannak a listádon? Például a Rosales család. Fernando, te komolyan meg akarod hívni azt a családot, holott jól tudod, hogy Dinora helytelenül viselkedett? Ne, nem tehetjük, nem lenne bölcs döntés. Gabriela. Ha Dinora nem lenne távol, magam invitálnám meg az esküvőre, mert nagyon jó barátom. Én megbecsülöm a barátaimat. Mint például Armandót. Őt is meg fogom hívni, sőt, úgy döntöttem, hogy Armando lesz a násznagyunk, és Rosario Montes pedig a koszorús lány. Rendben van. Ha te így döntöttél, én nem fogok ellenkezni. Armando és a felesége eljöhetnek. Lehetnek násznagy és a koszorús lány. Gabriela, ha tényleg összeházasodunk, akkor hozzá kell szoknunk egymás barátaihoz. Körül kell vennünk magunkat a barátainkkal, akikre mindig számíthatunk, és akik támogatnak bennünket. Ez a te érdeked is. Mindkettőnk érdeke. Anya, beszélhetnénk veled egy kicsit, kérlek? Jelenleg nem érek rá. Ha nem látnátok, most éppen a vőlegényemmel beszélgetek, és itt marad vacsorára is. Csupán néhány szót szeretnénk váltani veled. Anya, kérlek szépen, hallgass meg minket, most valóban nagyon fontos dologról van szó. Könyörgök neked, sürgősen beszélnünk kell veled, négy szem közt. Még mindig nem tudom megmondani, hogy milyen feltételek mellett élhettek itt, ha már Fernando neje leszek. Ezt talán vele kéne megbeszélnetek. Végül is, akárhonnan nézzük, mostantól új családtagunk lesz. Sőt, ő lesz a család feje. Igen, pontosan ettől tartottam, de akkor sem szeretnék beszélni vele. Pedig kénytelen leszel, Norma. Figyelmeztetlek titeket. Ezentúl senkitől sem fogom eltörni azt, hogy rossz indulatú megjegyzéseket tegyen Fernandóra. Nem fogom hagyni, hogy összeperekedjetek. Vagy vitatkozzatok vele, miután összeházasodtunk. És hogy gondolod, hogy ez elkerülhető lesz? Nagyon jól tudod, hogy egyikünk sem kedveli különösebben a te drága látos vőlegényedet. Pedig el kell őt fogadnotok, akár tetszik, akár nem. Máskülönben ti lesztek azok, akik vesztenek. Fernando mostantól nem akárki. Ő nem csak egy intéző, akit kedvetekre kínozhattok. Hamarosan Fernando lesz a birtok tulajdonosa. Nem, nem, egy pillanat, anya, ebben most hatalmasat tévedsz. Ne feledd, kérlek, hogy itt mindannyiunknak vannak jogai. Nincs több jogotok, mint amennyit engedélyezek. Ezentúl nektek is követnetek kell a leendő férjem szabályait. És ha ez nem tetszik, akkor menjetek szépen a Reyes birtokra! És így legalább mindannyian békében élhetünk. Mi nem tudnánk békében élni, anya, amíg nem biztos, hogy valóban boldogan élsz Fernandóval. Ez csak is az én dolgom. Kockáztatok. Megértettétek? Nem, Gabriel. Nem, ez az ügy mindannyiunkra tartozik. Annak ellenére, hogy te milyen hálátlan vagy, és milyen nehéz a természeted, mi mindannyian aggódunk, érted? Csak azért tesszük, mert szeretünk. És pontosan ezért nem fogjuk elhagyni ezt a házat. Addig nem, amíg nem tudjuk, hogy Fernando valóban jó férjed lesz. Elég legyen már! Ne lopjátok az időmet! Nem akarom, hogy Fernandónak várnia kelljen rám. Anya, szerintem nem most kéne folytatnunk ezt a vitát.
Rendben, akkor maradjatok itt vacsorára, és megbeszéljük. Nem! Én nem eszem egy asztalnál azzal az alakkal. Még gyomorrontást kapnék. Én sem maradok vacsorára. Úgy tűnik, csak te fogsz vele enni. Így van, mert minket pedig meghívtak valahová. Ne aggódj, magatokra hagyunk titeket a barátoddal. Ne légy szemtelen, Hiména! Ahogy tetszik. Azt csináltok, amit akartok. Többé már nincs miről beszélnünk. Elnézést. Gyere, nagypapa! Jó van, menjünk el innen. Ha? Mindjárt megyek. Hozom Juan Davidot. Oh, megjöttek a fiúk! Üdvözlöm! Szia! Szép estét! Jó estét! Dom Martin, ahogy van? Jó estét! Na, tegyenek a kocsiba! Menjünk! Papa, meg vagyunk, jól van! Csukom az ajtót! Mehetünk? Szia, nagypapa! Sziasztok! Menj vagy! Hölgyeim! Azok a barmok nem jöhetnének a ház közelébe. Ha én látogatlak meg, a lányaid azonnal hisztizni kezdenek. Meg kéne tiltanod, hogy ezek a banditák ide jöjjenek. Jelenleg az egyáltalán nem érdekel, hogy mit csinálnak. Nem idegeskedem amiatt, hogy ezek az emberek eljönnek értük. Most kizárólag csak veled akarok lenni. Elnézést, a vacsora tálalva. Kérem, fáradjanak az asztalhoz. Köszönjük, Dominga. Menjünk, drágám. Úgy vélem, nem hagyhatjuk, hogy az a drágalátos Fernandito Escandon azt tegye, ami ez csak kedve támad. Nem hagyhatjuk, hogy bármit megtehessen, nem, még ha el is veszi azt az idióta és ostoba lányomat. Akkor sem engedhetjük, hogy az övé legyen az Elizondo vagyon, ez nem történhet. A pénz a legkevesebb, Don Martin. Mindannyiunk számára elég vagyonunk van. Önnek és a lányoknak, Doña Gabriela egyetlen petákjára sincs már szükségük. Hagyjuk, hogy ő és az az opportunista Escandon megtartsák az összes pénzt. Mi csupán annyit akarunk tőlük, hogy mindörökre hagyjanak minket békén. Egyetértek a fivéreimmel. Csak azt akarjuk, hogy azokkal a nőkkel élhessünk, akiket szeretünk. Mi is veletek szeretnénk élni, de sajnos most nem hagyhatjuk magára az édesanyánkat. Arra gondoltunk, hogy még ott maradunk egy darabig az esküvő után, hogy mellette legyünk, ha szüksége lenne ránk. Persze, csak akkor, ha beleegyeztek. Én egyetértek, de csak akkor, ha kitűzünk egy határidőt, mi sem várhatunk egész életünkben. Teljesen kétségbe vagyok esve, hogy az én kis csibém még nagyon sokáig nem élhet itt mellettem. És ha jól sejtem, ti is egyetértetek velem, testvéreim. Oszkárnak igaza van. Ezt a helyzetet tényleg meg kell oldanunk belátható időn belül. Ez így van, hamarosan el kell hagynatok Doña Gabriela házát. Ők ketten tudnak vigyázni magukra. Don Martin?
Jöjjön el onnan, sok bajtól kimélné meg magát. Nagyon szívesen elmennék abból a házból, azonban mit csinálhatna egy ilyen öreg ember, mint jó magam? Hát nincs hová mennem. Egy otthonba. Inkább meghalok, de egész biztos, hogy nem megyek olyan helyen. Jaj, Don Martin. Ugyan már. Nyugodjon meg, és ne beszéljen butasságokat. Nagyon jól tudja, hogy ez az ön háza is. Nem kell aggodalmaskodnia. Mindannyian nagyon örülnénk neki, hogyha ön is itt lakna velünk. Köszönöm szépen, nagyfiú. Így van, Don Martin. Képzelje csak el, milyen hatalmas partikat rendezhetnénk magával együtt. Fantasztikus az ötlet, fiam. Elképesztően jól éreznék magunkat mindannyian. Önnel mindenki jól érzi magát, és én bizony el fogom kényeztetni Don Martin. Jó, édes istenkém! Ez egy gyönyörű angyalka minden nappal egyre csak szebb és szebb lesz. És ennek az az oka, hogy végre távol vagy attól a megkeseredett banyától, rákeltől. Ezúttal téved, Don Martin. Azért ennyire boldog, mert újra együtt van a barátjával. Ha valóban? Álljunk csak meg, várjunk egy pillanatot. Nem tetszik nekem, amit most mondtak, mert az egyetlen férfi ennek a tündének az életében csak én lehetek. Jaj, nyugodjon meg, Don Martin, magát sosem csajnám meg. Drágám. Jaj, lányok, miért vagytok ennyire szomorúak? Még inkább rosszabb lett a helyzet Gabrielával és Fernándóval. Igen. Úgy tűnik, hogy most már senki és semmi nem állíthatja meg őket. Az a legrosszabb, hogy az esküvőig csak néhány nap van hátra. Tudod, különös így a ház, hogy nincsenek itt a lányok és apám is, az unokám. Tetszik neked ez az érzés? Vagy inkább hiányoznak? Nem tudok élni nélkülük. Hogy soha többé ne lássam és ne halljam őket. Azt mondod, én nem vagyok elég? Ha választanod kéne, nem azt akarnád, hogy kettesben élj velem ebben a házban? Fernando, kérlek, mondd, hogy nem döntök rosszul. Mondd, hogy helyesen cselekszünk. Mondd, hogy tényleg szeretsz engem, és nem csupán bosszúból veszel el. Azt hiszed, hogy tényleg megtenném ezt veled? Kérlek, értsd meg. Borzasztóan félek. Tudod, mindig... Szavakkal nem lehet kifejezni, hogy mit érzek. Ezért inkább megmutatom neked. Fernando, mit művel? Megmondtam. Megmutatom, mennyire szeretlek. Nincs itthon senki. Teljesen egyedül vagyok. Élvezzük ki a szabadságunkat. Tan imposible para hoy a mi puerta. Nunca imaginé, por azar o por ventura, la pasión que se despierta. Sin saber que siempre te he tenido y nunca me di cuenta. Ne, Fernando, elég. Túl gyorsan haladunk. Nunca, nunca me dijiste, vida mía, lo que piensas. Nunca imaginé. Nyugalom.